Jó estét kívánok! Ez a művészbejáró Békés megye kulturális magazinja. Programdús hétvége lesz Békés Csabán. A város ismét csatlakozott a múzeumok éjszakájához, azonban idén a Munkácsi negyed többi intézménye is lehetőségeket kínál az érdeklődőknek. Most a Békés megyei könyvtár igazgatójával, Juhász Zoltánnal és Szíves Mártonnal, ProArte aranyérmes előadó művésszel beszélgetünk a többi kulturális lehetőségekről. Sziasztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Ugye nagyon széles a programkínálat. A beszélgetésünk apropója nem csak a múzeumok éjszakájára korlátozódik, hiszen több minden lesz a Békés megyei könyvtárban. Melyek ezek? Szombat délután 3 órakor kezdődnek a programjaink a könyvtárban. Svédországi hangulatot igyekszünk majd megidézni az intézményben. A 3 órától kezdődő eseményen virágkoszorú készítetők, fejdíszek, mondhatni svéd módra, ugyanis Svédországban ez a nálunk Szent Iván éjként ismert ünnep egy nyárköszöntő esemény, mely keretében férfiak, nők egyaránt valamilyen fajta virágot viselnek. Ennek egyik formája az a fejdísz, amit el tudnak majd készíteni a könyvtárban délután 3 órától, egy virágkötőnek a közreműködésével. De hát ez lesz 3 óra. 4 órakor kicsit elkalandozunk a Munkácsi negyedben a svéd hagyományoktól, ugyanis folytatódik majd a csabai kalandozások séta. Itt felfedezzük a Munkácsi negyed látványosságait, köztéri alkotásait. Aki az áprilisi programon részt vett velem a sétán, akkor ugye a déli oldalt fedeztük fel, most ezt éjszakon fogjuk megtenni, hogyha tehetek ilyen fajta bontást itt a negyedet illetően. Tehát a Bábszínház új otthonától kezdve bejárjuk majd a Gőzmalom teret, a Széchenyi ligetet, itt megismerjük az égigérő fának a legendáját, majd átmegyünk a felújított Réti hídon, majd pedig megérkezünk az Aradi Vértanúk ligetéhez, a rőzsehordó nőnek a szobrához, majd pedig a könyvtár belső udvarán, a Munkácsi udvaron fog véget érni ez a túra. Az udvar még a szombati nap folyamán fontos szerepet fog kapni, de ez a 4 órás séta, ezzel egy időben 5 órától folytatódik a svéd hangulatot megidéző programsorozat, melyet a könyvtár, illetve a Europe Direct Békés tájékoztatóiroda szervez meg közösen együttműködéssel. 5 órától egy ismeretterjesztő előadást hallhatunk majd Vasné dr. Tóth Kornélia, a művelődés történész, az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársának jóvoltából. Őtőle megtudhatjuk például, hogy miért is tartják olyan varázslatos napnak a svédek ezt a Midsommar nevezetű ünnepet, illetve például az is kiderül, hogy miért érdemes ezen a napon megházasodni. Szóval nagyon jó mindennapi élet során használható praktikákat is megtudhatunk majd a svéd kultúra mellett. 6 órától pedig a Békés megyei szimfonikusok kamarazenekara fog majd egy koncertet előadni nekünk a könyvtárban, mely Romantikus dallamok a Szent Iván estjén címet viseli. Ezzel is próbáljuk meg keretbe foglalni ezt a Szent Iván napi délutánt a Békés megyei könyvtárban. Egyébként visszakanyarodva a csabai kalandozásokra, mondhatjuk azt, hogy Munkácsi Mihály örökségét őrző minitúráról van szó? Abszolút, ezt, ha minden igaz, tavaly tavasszal szerveztük meg először ezt a csabai kalandozások nevet viselő túrát, mely az idők során egyre népszerűnek bizonyult. A tavaszi alkalmon például 56 résztvevővel jártuk végig a Munkácsi negyedet, ami ugye jelentősen megszépült itt Békés Csaba belvárosában, és amellett, hogy megtekintjük az épületeket, építményeket, szobrokat, felidézzük azokat az anekdotákat, történeteket, melyek valamilyen úton, módon kapcsolódnak Munkácsi Mihályhoz. Ezáltal a résztvevők megismerhetik Békés Csabának a megszépült belvárosát, illetve Munkácsi Mihálynak is a helyi kötődését elsajátíthatják. Egyre több programnál tapasztalhatjuk azt, hogy a Munkácsi negyed összes kulturális intézménye összefog, és elmondható ezáltal az, hogy egymást erősítik a kulturális intézmények? Igen, nagyon fontosnak tartom, hogy a Munkácsi negyed intézményei
eképpen együttműködjenek, ilyenfajta módon szervezzék a programjaikat az intézmények. Ezt tudni kell, hogy minden ilyen nagyobb rendezvényt megelőz egy előzetes egyeztetés, illetve több megbeszélés. Tehát ezáltal megfigyelhető az, hogy tekintettel vannak az intézmények egymás programjára. Természetesen lehetnek összecsúszások, hiszen azért egy nap, egy délután azért nem egy nagy terjedelmű időszak, tehát nehéz megfelelni minden intézménynek. Nyilván mindenki törekszik rá, hogy megszólítsa a saját látogatóit, de lényeges szempont az is, hogy a turisták a városba betérők számára tudjunk olyat mutatni, amely becsalja őket. Nézzük meg Kárnyácki Ferenc kollégám Szíves Mártonról szóló zenei összeállítását. És akkor most Szíves Mártonhoz fordulok, bár ugyanúgy Juhász Zoltánnal is beszélgetek, hiszen a könyvtárban lesz egy attrakció, a Munkácsi Vizuál. Mit rejt maga mögött ez a cím? Mire gondolhatunk? A Munkácsi Vizuál egy egyedülálló produkció, egy olyan crossover koncert, ahol egyszerre adunk teret a vizualitásnak és a zenének is. Ez egy élőzenei koncert, ez egy itthon is és Európában is egyedülálló alkotás, ahol Munkácsi Mihály képeire alkottunk animációkat. De olyan animációkat, amik együttműködnek a zenével, épp ezért elő lehet őket élő eseményként adni, egy élő koncertként. És különböző stílusokat tettünk egymás mellé. Feldolgoztuk a Munkácsi képeket cutout technikával, például amit a Monty Python filmek elején lehet látni. Feldolgoztuk őket egy művész kisfilmben, tehát például a Szabadban című képre reagáltunk egy kisfilmmel, felvételekkel, illetve ami még számomra is alig felfogható, pedig már többször láttam az animációt, háromdimenziós leképezésben alkottuk meg a Zongora Lecke című képet, ami ugye a főtéren is látható itt a Munkácsi negyedben, és ezek köré építettünk egy koncertet. Sőt, belevettünk egy másik animációt is, egy másik vizuális koncertet, a Klacó projektet, ugyanis Juan Miró-nak a emlékéve van. Juan Miró képeire pedig Peter Klacó írt egy háromtételes marimba ötöst, ami azt jelenti, hogy marimba és vonós négyes. És ezt pedig élő festéses technikával dolgoztuk föl. Négy különböző animáció, és ehhez négy különböző koncertélmény is társul, négy különböző zenei stílus, és mindezt élőben. Tehát lesz egy klasszikus stílusú, vonós négyeses előadás, lesz egy új zenei stílusú, lesz egy névzenei stílusú, és lesz egy filmzenei és effekt, hangeffektes stílusú koncert, és ezt mind egy-egy eseményben, egy 60 percben. Lesz benne heroikus rész, lirikus rész, még félelmetes rész is, erre leszek a legbüszkébb, ha ez nagyon sikerül, és természetesen vidám, örömteli, mint amilyen nyugodtságot, amilyen örömteliséget mutatnak Munkácsi képei. Uh-huh. Széles érzelmi skálán mozog akkor majd az előadás ezek szerint. Mi lesz a célja az előadásnak?
A célja az, hogy reflektáljunk, vagy emléket állítsunk egy ilyen egyedülálló, egyedi eseményben Munkácsi képeinek. Az volt a cél, amikor leültünk az alkotókkal és a megrendelővel, hogy valami olyat hozzunk létre, amit, ahogy még nem néztek rá Munkácsi képeire. És két alkotó művész, tehát képzőművész és egy animátor volt segítségemre ebben, hogy festői, képzőművészi szempontból is megnézzük a képeket, ne csak zenei szempontból, ahogy én teszem. Pap Zsombor és Nagy Katalin Matild voltak a fő alkotótársaim, akikkel azt mondtuk, hogy egy-egy kérdést teszünk fel a képekre, egy-egy történetet bontunk ki a képekkel, és azok köré építünk egy koncertet, egy vizuális koncertet, amit ezzel lehet akkor szemmel is és füllel is élvezni. Tehát négy különböző, illetve Munkácsira csak három különböző, és akkor egy Juan Miró kérdést vagy történetet mesélünk el ezzel a koncerttel. Mint ahogy említetted, azért itt találkozik a képzőművészet, ugye a festészet és a zeneművészet egymással, illetve különböző technikák is vegyülnek ebben az előadásban. Ez mennyiben kihívás, vagy miben kihívás azért, mint mondjuk, ha mondhatom, így egy sima koncertet veszünk alapul, ami nem sima koncert, de a kérdésem ugye e felé tendál, hogy mennyire volt ez kihívás számotokra, hogy így együtt dolgozni ennyiféle stílusban, műfajban? Mindenek előtt a hallgatót és a nézőt vesszük szempontként, hogy neki mi lesz az, ami elég lesz, ami túl sok lesz, amiből még kell egy kicsi. Tehát ez a szemlélet egy új technikát kíván. Hogy nyúlok hozzá az előadáshoz, hogy nyúlok hozzá az anyaghoz, amit feldolgozok? Ennyiben kihívás. A többi szakmai része, hogy új zenei, meg animációs technikában mi újat hoz, ezt lehetne bőven részletezni. Ott van háromdimenziós technika, ahol Unreal Engine-nel dolgozunk, és MetaHuman-nel, és ezeket ugye a számítógépes játékokban használják. Ott van a cutout technika, ahol kinyomtatjuk, kivágjuk a képeket, képkockára összetesszük a mozgásokat. Vagy ott van a kis film, ahol még drónfelvételeket is készítettünk. Nagyon érdekes, mert az élővilág képei, sőt a háttérzajok, amiket használunk, azok az elmúlt egy hónap felvételeit Békés Csaba körül. Tehát nem mozdultunk ki Békés Csaba határén kívül se hangokkal. Lehet hallani majd madárcsiripeléseket. Az a két madár és az a galamb, az benn lakik a zeneiskola kertjében. Az a rigó, amit felvettünk, az kint lakik az élő vízcsatorna partján, és azok a drónfelvét. Eláruljak ennyi titkot, hogy mi mindent vettünk fel? Ez még belefér szerintem. Jó. Azok a drónfelvételek pedig, amiket láttatunk, a vízcsobogás, az erdők, a repcemező, azok pedig Békés Csaba környékén és Szolnok környékén, tehát két helyszín ott azért kiléptünk egy kicsit, de Békés Csaba környékén vettük fel. Mióta készül ez az előadás? Magát az előadásnak a koncepcióját, ha jól emlékszem, januárban beszéltük meg. Ott elkezdődött egy mindstorming, egy tervkészítés. Ott állítottuk össze, hogy mi lesz a menetrendje, a története, a forgatókönyv, a dramaturgiája maguknak az előadásoknak. És aztán ez így egyre inkább hömpölyög, megíródik a zene, elkészülnek az első látványképek. A május végére már szinte minden készen volt, és utána május végétől pedig kezdődnek a próbák. Ugyanis ez nem felvett zene, ez nem csak lejátszó zene, lesz benne elektronika, lesz benne playback is, mint például a természeti zene, azt nem tudjuk épp ott megcsinálni. De a nagy része az előadásnak ugye élő zenével folyik. És ehhez pedig kellenek próba folyamatok. Nem csak én fogok játszani, hanem szerencsére csatlakozik hozzám az Alföld Quartet, ugye Juan Miró képeire a Klacó projektben, akivel próbálnunk kellett, és csatlakoznak hozzám névzenészek innen Békés Csabáról is, ugyanis az egyik animáció alatt névzene fog szólni, feldúsítva egy kicsit új zenei hangzásokkal, például a citera, illetve a cimbalom, bocsánat, helyett vibrafon lesz. Nyilván az alkotó és az előadó a folyamatot is élvezi. Lehet egy olyat kérdezni, hogy vannak elvárásaitok az alkotótársaiddal? A tökéletesség. Uh-huh. Van,
Ilyenkor én úgy gondolom, hogy ha egy ilyen új dolgot tesz össze az ember, akkor megpróbál mindenféle példát megnézni. Rengeteget ugye néztük, hogy a animációs filmek, a számítógépes játékok mikkel, milyen effektekkel operálnak, vagy ugye a filmes alkotótársaimnak segítségére volt Sípos Géza operatőr. Ő például a kameramozgások, a felvételek, a snittekben tudott nagyon segíteni, és ahogy felém is az volt az elvárás, és mindenki felé a csapatunkban, hogy álljon hozzá kreatívan, tegyük bele a legtöbbet, amit tudunk, és tudjunk együtt dolgozni. A kreatív együttmunka szerintem az, ami a legnagyobb elvárás itt mindenki felé. Tehát most szombaton ezt láthatják a kilátogatók a Békés megyei könyvtárban. Ezután esetleg, ha valaki nem tudná megnézni most a könyvtárban, viszitek tovább ezt a koncertet? Hol lesz látható? Erről tudhatunk-e valamit? Ez a koncert élmény úgy tervezzük, meg a város is úgy terveztük, mert ez is Munkácsi negyed felkérésére készült, hogy az évben Békés Csabán kicsi módosítással, de meg fog párszor ismétlődni. Nem lesz teljesen ugyanaz. Tehát aki erről az eseményről lekésik, az egy kicsit mást fog majd látni esetleg ősszel, ugyanis ősszel csatlakoznak hozzám az alkotótársak magában az élő alkotásban, és egy immerzív koncertet hozunk létre. Az első egy crossover koncert, tehát hogy különféle technikákat fűzünk össze, a második pedig egy immerzív koncert lesz, ami azt jelenti, hogy az alkotásba belefolyhat maga a néző is. Ez mindegyik már kipróbált technika, tehát már az alkotótársaimmal csináltunk ilyeneket. Itt például majd haza lehet vinni azt, amit alkot a néző a zenére, a zenével együtt. Tehát ott az animáció ott fog megszületni a koncerten. Illetve a kifutása 2024-re pedig majd egy digitális kiadás lesz ezekből az animációkból, de ez senkit ne gátolja meg abban, hogy megnézi őket élőben, mert nem ugyanaz lesz. Nem tudjuk ugyanazt megcsinálni, nem is szeretnénk ugyanazt megcsinálni 3x-4-szer, mindig egy kicsit más. Éppen ezért érdemes mindegyikre elmenni. Igen. Köszönöm szépen, hogy a vendégeink voltatok. Köszönöm szépen, köszönjük. A hét legfontosabb kulturális hírei következnek. Végleg kicsöngettek a nyolcadikosok számára az általános iskolából. Két osztály 57 diákja járta körbe még egyszer utoljára az intézményt szombaton délelőtt, ahol az előző 8 évet töltötte. Akik itt maradnak, azt kívánom, hogy legyenek itt az iskolában, a középiskolában az élet sója, hogy ők fűszerezzék meg majd a új osztálytársaik mindennapjait. Azoknak a diákjainknak, akik másik iskolában tanulnak, középiskolában, pedig azt kívánom, hogy legyenek az a pici kovász, ami majd a közösségüket meg fogja keleszteni. A fiatalok virággal a kezükben és tarisznyájukkal az oldalukon ballagtak át az evangélikus nagy templomba osztályfőnökeik vezetésével. Kedves ballagó nyolcadikosok, én bízom benne, hogyha majd évek múlva visszagondoltok az itt töltött évekre, akkor úgy jelenik majd meg lelki szemeitek előtt a templom, a kisiskola, a főépület és a sportcsarnok épülete, mint ami egykor, ha csak egy kicsit is, de az otthonotok volt. A 8. A osztály nevében Kovács Nóra, míg a 8. B osztály nevében Szabó Anna emlékezett vissza az együtt töltött évekre, a közös emlékekre, nehézségekre és boldog pillanatokra. Megtanítottam nyerni, vesztem fel. Sírni és örülni, elfogadni, megérteni egymást, örülni a másik boldogságának, és segíteni azoknak, akik mindennapjának részeseik, akik vagyunk többet vannak az osztályteremben, mint voltak. A ballagás végén kiosztották az értékes vagy díjakat, melyeket 6 végzős diák vehetett át példamutató szorgalmának és magatartásának köszönhetően. Ezek a felvételek még március végén a Pesttől Aradig, eufóriából letargiába 1848-49-es események és Békés megyei vonatkozásaik című időszaki kiállítás megnyitóján készültek a Munkácsi Mihály Múzeumban.
Akkor a program részeként a Viharsarok Táncszínház társulata is fellépett. Az intézmény a produkcióért cserébe egy ingyenes tárlatvezetésen fogadta a táncművészeket. A társulat tánckar vezetője megjegyezte, hogy régóta együttműködnek a múzeummal, a tárlat megtekintése pedig egyfajta inspirációt is jelent számukra. Magával a szakmámból adódóan, hogy akárha néptánccal foglalkozunk, vagy a színházban körülbelül mindenféle ugye, történelmi korokkal foglalkozunk, akkor ez mindig egy nagyon jó inspiráció, egy kicsit visszarepülni a múltba, és tényleg olyan tárgyakat, vagy olyan történeteket hallani, amik segítenek majdani későbbi munkáinkba, és be tudjuk ezeket majd applikálni. A kiállításon a múzeum történésze vezette körbe a néptáncosokat. Forrainé Kovács Márta elmondta, hogy az időszaki kiállítás eddig számos érdeklődőt vonzott. Mint fogalmazott, sok diák látta már a tárlatot, hiszen általános és középiskolákat kerestek meg azzal, hogy rendhagyó történelemórákat szervezzenek a múzeumban. Hát a kiállításban lévő 122 tárgy az mind eredeti 48-as időszakból, és bizonyos, tehát nagyon neves személyekhez kötődő tárgyakról beszélünk, Damjanisnak, Kiserdőnek, Lázár Vilmosnak, Batthyánynak, tehát érdemes megnézni a kiállítást. Az 1848-49-es országos eseményeket hangsúlyozó, a vármegyei történéseket is bemutató kiállítás július 2-áig tekinthető meg a Munkácsy Mihály Múzeumban. A nemrégiben teljesen felújított Szabadkigyósi kastélyban az újévis zenei programmal kezdődött, akkor Vazárem Krisztián zongoraművész adott koncertet. A szervezők célja, hogy a nyári időszakot is kulturális eseményekkel töltsék meg, a kastélypark pedig ehhez kiváló helyszínként szolgál. Az a terv, hogy itt a Szabadkigyósi Wenckheim kastély parkja ezen a nyáron életre kell, még inkább az előzőekhez képest. Az idén kulturális rendezvényeket tervezünk a szabadtérre. Az orgonakoncerten ismert külföldi előadók és klasszikus zeneszerzők művei kaptak helyet. A Lords of the Organ műsor minden évben megújul. Ez a 7. évada, és tulajdonképpen az idejének az a különlegessége, hogy 30 éve állok színpadon. Gondolkoztunk egy kicsit a stábbal, hogy exponáljuk-e ezt, vagy fölírjuk-e egy plakátra, hogy 30 éve színpadon, de aztán elvetettük az ötletet, mert arra gondoltunk, hogy a lőtéri kutyát nem érdekli, hogy ki hány éve áll színpadon, jól kell játszani. Az orgonaművész a következő hónapokban folytatja az országjáró sorozatot, többek között Szegeden, Pécsett, Egerben és Nyíregyházán is ad majd koncertet. Hamarosan újra megtelik élettel a gyulavári kastély kertje. 2019 után ismét megrendezik a gyulavári kastélynapokat. Szabó Károly, az 1977 óta Gyulához tartozó városrész önkormányzati képviselője, az esemény pénteki tájékoztatóján elmondta, hogy a rendezvény első napján ezúttal is főzőversenyt, míg másnap kispályás futballtornát tartanak majd. Nagy örömünkre szolgál, hogy olyan sok jelenkező volt, hogy még továbbiakban húskeletet intézzünk a csapatok számára. Hát valószínűleg itt ilyen 60-65 fős csapat fog összeállni. Görgényi Ernő polgármester kiemelte, hogy a gyulavári kastélynapok elsősorban az ott élő emberek közösségét építi, ami szerinte a mai világban felbecsülhetetlen érték, ezért állt az önkormányzat ismét az ügy mellé. Egy különleges környezet a helyszín, hiszen a gyulavári kastély körüli parkban kerül megrendezésre, ami azt gondolom megállja a helyét a turisztikai jellegű rendezvények körében is, de mégis a hagyományok alapján ez inkább a helyieknek szóló rendezvény, és így is szokott történni Gyulaváriból elsősorban, illetőleg Gyula más település részéről érkeznek ide. A 10. gyulavári kastélynapokat június 24-én és 25-én rendezik meg. Az érdeklődők a Fürdőváros honlapján tájékozódhatnak a részletes programkínálatról. Bozsó János alkotói jellemzője a telített színek, a széles, gyors ecsetvonások használata, valamint a fény és az árnyék ellentéte.
A Bozsolszáznak az apropója, édesapám születésének a 100. évfordulója. Tavaly évvégén, december 27-én a születésnapjával indult, és idén évvégén a halálának a 25. évfordulójával fog zárulni. Ez az első nagyobb szabású, nem Kecskeméten tartott Bozsolszázas kiállítás, és innen majd a Hajdúságba fog tovább menni a kiállítás. És emellett lesznek kisebb kiállítások, amelyek többfelé mennek, köszönhetően a Városok Falvak Szövetségének. A festő szegény paraszti közegben nőtt fel, amely művészi gondolkodását is formálta. A természet és a népművészet szeretete mellett műgyűjtőként is tevékenykedett. Az Alföldnek a megörökítője volt, Kecskemét határát járta elsősorban, de a Duna-Tisza közén szinte minden bekötő út, a Duna vize vagy a Tisza folyója mindig a szívéhez közel állt. Elsősorban, mint tájképfestőt ismerik, de érzelemmel, romantikával telt ember volt, és a fény árnyék brilliáns megjelenítője. Ez talán az ő gyermekkorából is származik, hogy egy feszültség alatt nélkülözésből indult el. A Bozsó gyűjtemény vendégkiállítását szeptember 3-áig láthatják az érdeklődők Gyulán, a Kohán képtárban. Ez volt a Művészbejáró. Legközelebb is várjuk Önöket magazinunkkal. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!